Lidőben a kiskocsit úgy rátoltam a kis lábujjamra, tiszta vér volt. Közben jött két nyuszi. Szóval tiszta vér volt ott minden kb. Irgalmatlan módon fáj. Úgyhogy nem azért lihegek, mert nem mindenki kell jönni ide a kis kiülős részünkig, hanem mert úgy fáj, hogy meghalok. Összeraktam, elővettük a cica hordozót. Petike megy egyébként állatorvoshoz. Panni látta, ő berohant a szekrénybe. Pongi mindjárt belemászik. Óriási vihart kavart itt a látvány is. Hello! Petit azt sem tudom, hol van egyébként. Jött egy bombri rendelésem, és azt szeretném megmutatni, legalábbis egy részét. A lányoké és a férjemé éppen mosásban van, de ugyanebből a pizsiből, ami egy ilyen sima fockás fekete gatya, rövid, eléggé rövid, és mami, daddy, illetve miniboss feliratú pólókkal megrendeltem ezt a pizsit mindenkinek. Tök régóta szerettem volna ilyen közös pizsit, és mindig karácsonyiban gondolkodtam, és aztán ezt megláttam, és úgy voltam vele, hogy na ez kell. Mivel 4 teljes pizsamaszetről beszélünk, ezért emellé túl sok dolog nem fért be. Magamnak vettem egy felsőt, ami, ahogy láthatjátok, itt ilyen húzott mintájú, szerintem nagyon szép, és itt mell alá esik ez a varrása. Látni fogjátok majd a modellen valahol, valamelyik oldalon. Illetve a szokásos kis szövet rövidgatyámból vettem még egy 2-es csomagot. Ezeket hordom egész nyáron, gyakorlatilag egy rózsaszín, illetve egy sima fekete. Érkezett, ebből van már ilyen fekete alapon virágosom is, ez is nagyon tetszik, úgyhogy ezek tök jó, kényelmesek, de egy csinosabb felsővel akár valami csinosabb helyre is felvehetők. Úgyhogy ennyi. Ennyi volt most ez a kis bombri. Nem egy nagy rendelés, meg nem egy nagy adag, de mindenki kapott valamit, úgyhogy szerintem szuper lett. A minőség az szokásosan szuper mindenből. Méretek is jók lettek mindegyik, úgyhogy ja, ennyi. Linkeket majd megtaláljátok a leírásban. A változatosság kedvéért ez a ma esti látványunk is. Díszes társaság, és egyébként szombaton fogunk menni a világ végére. Barátnőzünk is egyet, meg hozunk még 2 saját pipit, fehéret. Úgyhogy szegény Franci nem lesz egyedül ilyen hülyén kinéző. És Muti, a tyúk ne sít, Liza! Íme a tyúk Juti fali. Tyúki! Nagyon könnyen el lehet. Egyél már! Egyél! Egyél! Apa, ne szórakozzá! Szeretném, hogy egyél! Tedd oda, tartsd! De ha mozgatod! Kuka! Tessék! Ami most én, oké. Vlogoltam túl magam, nem bírok már magyarul beszélni, a sminkem meg el van kenődve. 10:30 van,
Gyerekeket most vágtam be a kádba. Nagyon, hát igen, szóval sietünk, de hát most értünk haza. Pipikék megvannak, végül is hármat hoztunk, mert a két lefoglalt fehér mellett volt egy sárga, aki annyira cuki volt, hogy muszáj volt elhozni. És elég picik még, úgyhogy most a férjem még így 10:30-kor nekiállt Csibeovit építeni, hogy nehogy a nagyok bántsák őket, úgyhogy a nagy kifutón belül lesz egy ilyen pici rész, ami csak az övéké, és akkor majd, hogyha már összenőttek, meg megszokták egymást, akkor bemennek a nagyokhoz, vagy hát akkor már nem lesz ott ez a kis ovi rész. Holnap világosban majd megmutatom őket, nagyon-nagyon cukik, és nagyon puhák. És igen, nagyon jó volt egyébként ez a nap. Tök jó volt barátnőzni végre, meg úgy az egész nap most tök szuper volt, és hát voltunk meg is játszótérben, mert a Lizának mostanában a meg is játszótér a kedvence. Úgyhogy mi már lassan ott tartunk, hogy nem kajálni megyünk a Mekibe, hanem a játszótér miatt megyünk a Mekibe, de mindegy. Arról azt hiszem csináltam képet, vagy videót, nem is tudom már. És holnap pedig elvileg marha meleg lesz. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy összerakunk egy jó nagy adag kovjubit, meg ebédelünk még itthon, mert nem vagyok hajlandó gyors étteremben enni most már. Így két nap után, mert hogy a péntek is iskolai cuccvásárlás volt, azt mutattam, azt hiszem, és hát ott is útközben kellett megoldanunk, és ugye nekem ráadásul így nagyon leszűkült, hogy mit tehetek a laktózérzékenység miatt, úgyhogy én így konkrétan két szendvicsből tudok választani. Úgyhogy, meg hát neget, stb. Tehát azért úgy van opció, de nem sok. Szóval holnap összekészülünk, eszünk itthon, jól degeszre esszük magunkat, hogy eszünkbe se jusson máshol enni, és valószínűleg Tarzan Park lesz az úti cél, mert hogy ott van vizes rész, és hát olyan meleg lesz, hogy muszáj a vizes rész. Pillanat! Nem baj. Mindjárt segítek, jó? Úgyhogy holnap majd azért remélem több dolgot fogok tudni mutatni. Tényleg nem bírok beszélni, fáradt vagyok. És hát kaptam egy rendelést, egy macska rendelést, egy fehér cica rendelést. Egy két és fél éves, két és háromnegyed éves kis vásárlótól. Úgyhogy, vagy hát nem vásárló, mert nem fog fizetni érte, igénylőtől. Úgyhogy ezen a héten is cicát horgoltam ajándékba, és jövő héten is cicát fogok horgolni ajándékba. Igen, mi van még? Nem is tudom. Ennyi. Tényleg tök jó volt ez a nap, csak nagyon fárasztó volt. Körülbelül 5 órát autóztunk, úgyhogy szépen be is dagadt a bokám így a végére, de hát ez mellékes. És nagyon meleg van. És jövő héten lesz elvileg a nyár legmelegebb hete, amit nagyon nem várok, de hát ez van. Viszont cserébe jövő hét végétől nekem elindul egy ilyen kis nyári szabadtéri színházi sorozatom, mert megyek majd többször is, úgyhogy amúgy jó lesz, csak a melegtől félek egy kicsit, de majd veszek ilyen kis kézi ventit, aztán így ülök a színházban.
hogy szép vagy. Szép vagy? Ez olyan. Szép és dagadt. Igen. Igen, és koszos. Ez azért volt, mert ő... De majd magyarul beszélnek, csak a zenék nem magyarul. Úristen! Eminek szólj, mert egy szálljon ki. Emiten van? Aha. Gyere, simízd meg óvatosan. Vigyázz, mert szúr. Úristen! Nem láttam még ilyen. Szevasz! Kiállatok soha. És a süni? Nem, hullafáradt.